Sajtó vagyok, itt vagyok Budapesten, az Ottoman téren. Látom, hogy itt már kezdenek gyülekezni a nagy összefogásos demonstrációra. Itt látok néhány fiatalt, tehát a fiatalok, diákok. Miért és milyen meggondolásból jöttek ide össze, vagy? Jó napot kívánok, én László Olivé vagyok, egy diák és civil. Igazából ez úgy indult, ez egy mozgalom most jelen pillanatban. Az eddigi tüntetések során kint voltunk mi is, és találkoztunk azzal a problémával, hogy nagyon sok fiatal jelezte felénk, hogy ők nagyon szívesen tennének egy élhetőbb Magyarországért, viszont nem akarnak csatlakozni, nem feltétlenül tudják meg, hogy milyen párthoz akarnak csatlakozni, vagy egyáltalán is akarnak csatlakozni. Gyakorlatilag ez egy fiatalok civil szerveződéséről. Így van. És ezzel most fiatalokat a demokráciáért vagyunk, az a nevünk, illetve meghatároztunk egy olyan párt gondolatot, amilyen egy élhető Magyarországot képzeltünk el. Egy olyan Magyarországot képzeltünk el, ahol a kormány segíti a civil szervezeteket, nem ellehetetleníti azok munkáját. Ahol nem a tanárnak kell a krétát megvenni, ha tanítani akar. Ahol a szociális törvények a rászorulókat segítik, nem pedig utcára kényszerítik a hajléktalanokat. Az átlagember meg tud élni a fizetéséből, és nincs arra kényszerítve, hogy külföldön vállaljon munkát. Ahol a családok évében a kormány a családok koherenciáját hivatott segíteni, nem pedig 400 óra túlórát 3 éves időkerettel túl az a családok arcában, ahol nem egy korrupcióban meggazdagodott gázszerű lesz Magyarországon a leggazdagabb ember, ahol nem annyit érsz, amennyi pénzed van, amennyit a tetteid mutatnak, és ahol nem űznek el egyetemeket és szabad gondolkodású fiatalokat. Mert ilyen Magyarországot képzeltünk el, és azokat a fiatalokat várjuk csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi is. Itt vagyunk most az Oktogonon. Be fogunk csatlakozni a nagy tüntetésbe, együtt fogunk átvonulni a Hősök terére, a Kossuth Lajos térre, valamint a nagy tüntetés végén vissza fogunk élni, és holnap reggelig itt leszünk, és elmondjuk azt, hogy mi az, amit szeretnénk, mi az, ami nem tetszik, és este egy Goa Party fog eszmesíteni a programunkat. Remélhetően nagyon-nagyon sokan lesznek, előre nem tudok belebocsátani a számokat, de örülnék, hogyha minél többen lennék, és minél többen elmondanánk, hogy ami most van, az nem jó, és egy sokkal jobbat szeretnénk. Ilyen szervezetek kapcsolódnak az megmondulásra? Igen, a hallgatói szakszervezet és a Szabad Egyetem is egy 20 perces blokkban egy ilyen kultúrblokkot fog bemutatni itt az Oktogonon a tüntetés előtt, pontosan a vonulás előtt. Nagyon szépen köszönöm a rövid interjút, hozzájárul, hogy az ön által készített, önnek készített interjúkán kerüljön a világhálóra. Természetesen hozzájárulok, köszönöm. Köszönöm.